Fűtsünk okosan, sok a légúti megbetegedés. Védik a kicsiket, fontos a vitaminpótlás. Rendhagyó óra, ügyfélkapunyítás, gyorsabb ügyintézés. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Az elmúlt 15 évben közel háromszorosára emelkedett a légúti megbetegedések száma a helytelen fűtés miatt, derül ki egy felmérésből. Már a szállópor kétharmada részben a rossz minőségű szilárd tüzelőanyag égetéséből ered. A szakemberek igyekeznek felhívni mindenki figyelmét, hogy helyes fűtési anyagot válasszon a téli időszakban. Ilyen tiszta és vegyszertűmentes fával kell tüzelnünk, vagyis inkább kellene. Azonban a magyar lakosság fűtési szokásai egyre növekvő mértékben okozója a települések légszennyezésének. Egy felmérés szerint az elmúlt 15 évben nagyjából 2,5-szeresére emelkedett az aszmás gyerekek száma az országban. Igenis veszélyeztetve van a tüdőnk ezzel a fokozott légszennyezéssel. Légúti gyulladások alakulnak ki, a vérrögösödés esélye megnő, a tüdőrák kockázata megnő, a szívérendszeri betegségek kockázata, kialakulásának kockázata megnő, és természetesen ezeket a betegségeket ez rontja is. A helyes fűtési anyagok kiválasztása rendkívül fontos, hiszen mára a szállópor kétharmada a rossz és tiltott anyagok égetéséből származik. A legtisztább tüzelőanyag az a fa lenne, illetve a jó minőségű szénnel sincs semmi probléma. Annál több viszont a lignittel, ami úgy a szilárd szennyező anyagokat, mint a kén-dioxidot ugye a légkörbe engedi. És akkor következik a másik kategória, a hulladék égetés, ami mindenféle szempontból végtelenül káros az emberi egészségre. Ebben az időszakban a csecsemők, a gyerekek, valamint a várandósok és az idősek különös tekintettel veszélyben vannak. A szakemberek szeretnék felhívni mindenki figyelmét, amennyiben szilárd tüzelőanyagot használnak, úgy igyekezzenek a megfelelő anyagot kiválasztani. A mosdók, az elektromos hálózat és 8 tanterem újult meg a Gyöngyös-Tarjáni Általános Iskolában az infrastrukturális fejlesztések keretében. A 60-i tankerületi központ több mint 44 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a Széchenyi 20-20 programnak köszönhetően. Elhanyagolt, lelakott állapotban voltak az iskolában a mosdók, a tantermek, már rájuk fért a felújítás, mondta az intézmény vezetője a projektzáráson. A 60-i tankerületi központ segítségével most jelentős beruházás történt, tette hozzá. 44 millió forintból történt fejlesztés, 35 millió forint értékben körülbelül felújítás történt, 8 tanterem, közlekedők, tanári szoba újult meg, a mosdók teljes gépészeti felújítása megtörtént, illetve eszközbeszerzés is történt egy néhány millió forint értékben. Azt el kell mondani, hogy nagyon ráfért már erre az iskolára ez a fejlesztés. Az utóbbi években hát ilyen mértékű, de még ettől kisebb mértékű sem történt. A külső nyílászárók cseréje valósult meg néhány évvel ezelőtt, azóta belső felújítások nem történtek. Újak a táblák, a lámpatestek, a padok, az asztalok és a közlekedők is új burkolatot kaptak. A 60-i tankerületben 57 feladatellátási hely közül 18 iskola újult meg a program keretében, köztük a Gyöngyös-Tarjáni is, mondta a projektátadón Horváth Márta tankerületi igazgató. Az idejáró 125 gyermek sokkal komfortosabb, 21. századi körülmények között töltheti mindennapjait. A fejlesztések hamarosan tovább folytatódnak, tudtuk meg az intézmény vezetőtől. A közeljövőben önkormányzati beruházásban még várható a teljes külső hőszigetelés az iskolaépületnek, illetve a belső elavult radiátorok cseréje, illetve kazánok cseréje fog még megtörténni, és így még komfortosabb lesz a tanítás-oktatás mindannyiunk örömére. Keszte Tibor köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy az elmúlt 3 hónapban a felújítás ideje alatt az oktatást önkormányzati épületekben végezhették. Bár az influenza elérte a járvány küszöböt megyénkben, az óvodai hiányzások száma elenyésző. Ez annak is köszönhető, hogy az intézmények dolgozói és pedagógusai jól felkészültek. Rendszeresen fertőtlenítenek, szellőztetnek, valamint sokat vannak a kicsikkel az udvaron. Mindemellett a gyerekek csak orvosi igazolással mehetnek ismét közösségbe. Fertőtlenítenek a Platán úti óvodában. Molnár László intézményvezető kiemelte, az influenzás időszakban gyakrabban mossák le a kilincseket, mosdókagylókat, ajtókat és vécéket. Emellett gyakrabban mosnak kezet az ott dolgozók és gyermekek egyaránt.
a gyerekeket egyre többet kell kivinni a levegőre, bármilyen idő is van, a nagy minuszok és a nagy szél kivételével napi egy órát legalább az udvaron tartózkodnak, élvezik a tél örömeit, hál' Istennek volt hó, amit nagyon élveztek a gyerekek, ezen kívül a csoportszobákban vannak különböző párologtatók, amik a légutak tisztításában, orjáratok tisztításában segítenek. A kicsik már a délutáni pihenőjüket töltik, de még ekkor is ügyelnek a pedagógusok arra, hogy szellőztessék az ágynemüket és szobákat. Talán ennek is köszönhető az, hogy olyan nagy járvány az óvodákban nem volt eddig. Cserélődnek a gyerekek, persze van, ahol lecsökken a létszám egy-egy csoportban, és akkor jön a másik társaság, kollégák közül is van, aki lebetegszik, de egy-két héten belül jön, és akkor esetleg de ez az óvoda működését nem befolyásolta, tehát szépen járnak a gyerekek az óviba. A pedagógusok azt javasolják a szülőknek, hogy a beteg gyermekeket ne vigyék az óvodába, és csak tünetmentesen engedjék őket ismét közösségbe. A téli időszakban is nagyon fontos, hogy támogassuk immunrendszerünket a megfelelő vitaminbevitellel, hiszen a hideg hónapokban könnyebben kaphatunk el betegségeket szervezetünk legyengülése miatt. A téli hónapokban szervezetünk ellenállása csökken, ezért nagyon fontos, hogy vitaminokkal tudjuk erősíteni immunrendszerünket, ezáltal védekezni tudjunk a hidegben terjedő vírusok ellen. A fagyos hónapokban szívesebben töltjük a meleg szobában napjainkat, ám a 3 hónapot felölelő időszakban a napfény, a szezonális gyümölcsök és a mozgás hiánya komoly megpróbáltatásokat okoz mindannyiunk számára. A napi étkezésünk felét alkossák a színes zöldségek és gyümölcsök, és ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy naponta 4 adagot együnk meg ezekből, színesek legyenek, és mindenképpen az évszaknak megfelelően. Tehát együnk savanyú káposztát, vörös káposztát, a cékla, a sütőtök nagyszerű választás, vagy a mucsóalma, a rendes idaredalma, a narancs, mandarin. Fontos, hogy ezekből a 4 adagból legalább 1-2 adagot nyersen együnk. Együnk többször keveset. A változatos étkezés mellett megfelelő folyadékbevitellel, csipkebogyóteával tudjuk biztosítani a vitaminpótlást. A szakember azt ajánlja, hogy napi 8 bögre folyadékot és ezen belül is vizet vigyünk be szervezetünkbe. Verebes Istvánné azt mondja, ő ilyen módon védekezik az influenza járvány ellen. C-vitamin, D-vitamin, B1, mézes teja, különböző füvek, itt a Gyuri bácsinak a füveit iszom, tehát próbálok védekezni, úgyhogy mindent megteszek azt, hogy tényleg el ne kapjam az influenza járványt. A mozgás is elengedhetetlen része az egészség megőrzéséhez. Napi fél órás sétával is már sokat tettünk szervezetünkért. Nagykovács Magdolna hozzátette, ha sokat tartózkodunk zárt térben, javasol gyakran szellőztetni, hiszen ezzel is megelőzhetjük a baktériumok terjedését. Rendhagyó osztályfőnöki órára várták a Berza Nagy János gimnázium végzős diákjait a gyöngyösi Kossuth Lajos utcai kormányablakba, hogy bevezessék őket a hatósági ügyintézésbe és tájékoztatást kapjanak a különböző szolgáltatásokról. A rendezvény már hagyománnyá vált, a tanulók megtapasztalhatják a gyors, korszerű és hatékony ügyintézést. Ügyfélkaput nyitnak a berzés diákok. Évek óta tartanak tájékoztatást a kormányablak dolgozói végzős diákoknak, hogy később önállóan tudják intézni ügyeiket. Bekecs André, a hivatalvezető, fontosnak tartja, hogy a fiatalok minél hamarabb megtanulják a hatósági ügyek intézésének folyamatát. Vannak olyan típusú hatósági ügyek, amelyekhez személyes megjelenésre van szükség, de maga az ügyfélkapu lehetővé teszi azt, hogy egyre több dolgot el tudjanak intézni, vagy otthonról a számítógép mellől, vagy mivel mellük az a generáció, akár a mobiltelefonjukról is. Az ügyfélkapunak a megnyitásához személyes megjelenésre, egy e-mail címre és személyazonosságot igazoló okmányra van szükség, de a regisztrációt követően a legtöbb hatósági ügyet otthonról tudják elintézni. Ők az a generáció, akinek ez semmilyen gondot nem okoz, sőt, ezek a végzős diákok azok, akik úgymond a legjobb alanyai lesznek a korszerű, gyors, hatékony ügyintézésnek, amikor is a legritkább esetben kell személyesen megjelenniük egy hatóságnál, ügyfélkapun keresztül tudnak intézni nagyon sok mindent. A diákok örültek, hogy sorban állás nélkül külön időpontban jöhettek el a kormányhivatalba, és tanulhatták meg a kezdő lépéseket. Külön tájékoztatást is kaptunk, hogy ezzel a későbbiekben hogyan kell foglalkozni, mind a tanárainktól, mind pedig itt az okmányirodában dolgozóktól.
és azon felül, hogy ugye külön időpontba jöhettünk el, ugye külön egyfajta elbánást is kapunk, hiszen egyesével úgy ültetnek minket le, hogy mindent elmagyaráznak, készséggel segítenek az itt dolgozók. Az érettségiző diákok számára fontos az ügyfélkapu megléte, hiszen aki szeretne tovább tanulni, ezen keresztül tudja elküldeni felvételi kérelmét. A labdarúgás kedvelők számára napjainkban talán már nem újdonság, ha azt mondjuk strandfoci, futszál vagy tékból. Ezek a kifejezések ma már mind szorosan részei, a hőskorban csak labdarúgásként nevezett sportágnak. A téli időszakban divatos, egykor teremfutball néven kedvelt játékon ma futszál szabályok szerinti küzdelmet értünk, ami továbbra is a sportág fejlődését, a gyerekek ügyességét fejleszti és szolgálja. De létezhet olyan, hogy ha már eldöntöttük, hogy ezen szabályok alapján írjuk ki a versenyt, és uram bocsá, szabványt rendelünk mellé, akkor az nem mindenkire egyformán vonatkozik? Igen, ilyen is előfordul. Az elmúlt hétvégén egy mérkőzésen többek között azért csúszott a találkozó, mert a futszál labda beazonosítására a számítógépet kellett segítségül hívni a játékvezetőnek. Az eredeti terv pedig csak annyi volt, futballozzanak a fiúk télvész idején is. Hát igen, az elgondolás nagyon jó, mert gyakorlatilag télen is lehetőség van a gyerekeknek a játékra. Igaz, hogy ez futszál, tehát az nem teljesen olyan, mint a labdarúgás, mint a nagypályás labdarúgás, de azért kiegészíti a téli felkészülést. Mennyire fontos nektek ilyenkor az eredmény? De az nem számít az eredmény. Az eredmény mindig számít? Hát számít persze, de a mozgáson van a hangsúly, tehát megkapják a gyerekek a viszonylag a terhelést. Ez azért megvan, úgy, ahogy megvan. Csak ugye hát ad a helyzet, hogy ugye a csoportunkban visszalépések történtek, és így hát nem teljesen olyan ez a csoport, mint ahogy elképzeltük. Valljuk meg őszintén, nem csak a csoport, de más sem teljesen az elképzelések szerint működik. Igaz, a gyerekek futballoznak, nem az utcán lógnak, és ma már ez is egyfajta eredmény, ami igenis számít. Több ezer egykori hallgató diplomájának megszerzéséhez járult hozzá a tavaly decemberben zárult diplomamentő program, írja a Magyar Idők. Mivel a lehetőség iránt továbbra is nagy az igény, az első program tapasztalataira építve a kormány elindította a diplomamentő 2 programot. Az új programban bővült a választható nyelvek köre, így az angol, a francia és a német mellett már az olasz, az orosz és a spanyol nyelvi képzések is elindulhatnak. A programban 1333 jelentkező bevonására van lehetőség. Rendkívüli akcióellenőrzés keretében vizsgálja a kötelező legkisebb munkabérre és a garantált bérminimumra vonatkozó előírások betartását a Heves megyei kormányhivatal és az adóhatóság. A február 11 és március 1 között zajló ellenőrzések elsősorban arra irányulnak, hogy a foglalkoztatók a munkavállalók részére ténylegesen megfizetik-e a jogszabályban meghatározott mértékű munkabéreket. Ellenőrzésre valamennyi ágazatban és vállalkozási típusnál számítani lehet. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Fűtsünk okosan, sok a légúti megbetegedés. Védik a kicsiket, fontos a vitaminpótlás. Rendhagyó óra, ügyfélkapu nyitás, gyorsabb ügyintézés. Köszönöm, hogy velünk tartottak a hétvégén Tallózóval, hétfőn este pedig újra aktuálissal várom Önöket, viszontlátásra!